vietnám szó hallatán sokaknak a háború és a pusztítás jut eszébe. Ezen nem is csodálkozhatunk, hiszen a 60-as és 70-es években a harcokról érkezett jelentések a híradások állandó részét képezték. Ebben a filmben viszont az igazi Vietnámot szeretnénk bemutatni. Ezt a különös hangulatú és szépségű dél-kelet-ázsiai országot. Annak gazdag történelmét és kultúráját, valamint az itt élő embereket, azon belül is az egykoron Magyarországon tanult diákok egy csoportját. Az ország 1600 km hosszan nyúlik el az indokínai félsziget keleti partvonalán. 331.000 négyzetkilométeren terül el, vagyis alig kisebb, mint Németország. Lakosságának száma közel 90 millió fő. Vietnám legfontosabb ipari központjai Ho Chi Minh város, a volt Saigon, valamint az 1000 éves főváros Hanoi. Azon országok egyikében vagyunk, ahol még szocialista rendszer működik. Igaz, ez piacgazdasággal párosul. Ennek következtében az ország az elmúlt 10 évben óriási fejlődésen ment keresztül. Köszönhető ez többek között azoknak a vietnámiaknak, akik nálunk Magyarországon tanultak. Filmünk ebben a részében is arra keresjük a választ, hogy hogyan hasznosították a nálunk megszerzett tudást, illetve hogy mit tud rólunk magyarokról Vietnám. A vietnámi szocialista köztársaság egy erősen centralizált rendszerben kormányzott állam, amit nagyban meghatároz a vietnámi kommunista párt. Az ország függetlenségi mozgalma 1941-ben többek között Ho Chi Minh vezetésével indult. A kommunista felkelők harcoltak a franciák, a japán megszállók, majd azt követően az amerikaiak ellen. 1986-ban a párt szabad piaci reformokat vezetett be. Ennek eredményeként Vietnám gazdasága jelenleg a leggyorsabban növekvők közé tartozik a világon. Hanoiban működik a vietnámi magyar baráti társaság. A társaság tagja bárki lehet, aki érzelmileg kötődik hazánkhoz. Nem számít, hogy egykoron Magyarországon tanult vagy dolgozott. Jelenleg a létszáma összességében Vietnámban körülbelül 1000 tag van. Főleg a Hanoi fővárosban a legtöbben vagyunk, és még azon kívül az a megyékben, például Haiphongban, a Tainhuaban, Namdingban, a Hueben, Danangban, vagy Ho Chi Minh városban is sokan vannak. A vietnámi diákok magyarországi tartózkodásuk alatt szinte kivétel nélkül magyar nevet is kaptak. Filmünkben ezért sok esetben mi is így szólítjuk meg őket. Tuan, akit mindenki Tóniként ismer, Hanoitól északra felépítette a Budapest névre keresztelt szállodáját és éttermét. Ő 1977-ben érkezett hazánkba. Imádom ezt a nyelvet. Nem mondom őszintén neked, hogy úgy tanultam meg a leckéket, úgyhogy kívülről elmondtam 100 leckét. Mert a vizsgán az volt, hogy meséljem a Budapestről. Mondta a tanárnő, hogy van 10 percem, hogy felkészüljek. Mondtam, bocsánat, tanárnő, ezt szeretnék mondani, mert rögzített bennem a Magyarország meg a Budapest. A Budapest étterem Észak-Vietnám egy felkapott turista központjában, Vien Tri városban épült fel. A 300 ezres lakosú város határában található ugyanis a Vietnámot megalapító dinasztia emlékhelye. Így zarándokok sokasága látogat el a városba. Nálunk nagyon szeretik az európaiakat. Mindig azt mondják egy férfihez, hogy Amutai, és egy európai hölgyre pedig Bátai. Ez azt jelenti, hogy európai úr, meg európai úrnő. Tehát úgy, egy márka, hogy valaki végezte Európában az egyetemet. És én is úgy kerültem vissza ide, mint egy jó hír. Az Budapest már azt jelenti, hogy jó márka. Fővárosunk márkanévvé válásán túl unikumnak számít Balkó János főszakács jelenléte is.
az évtizedekig Magyarországon dolgozó séf Tony csábításának engedve költözött Vietnámba. De mégis mi a visszajelzés a vietnámok részéről, hogyha egy picit ötvözöd a két ízlésvilágot? Hogyan tetszik neki? Aki járt már Magyarországon, aki Magyarországon tanultak például, azok szeretik és igénylik, akik nem, tehát nagyon konzervatívak a hagyományos étkezéshez ragaszkodnak. Van például egy olyan célcsoport, aki direkt azért jön ide, hogy valami mást próbáljon ki, mint a vietnámi étel? Ritkán. Tehát inkább egy étkezésen belül egy fogást megpróbálnak. Tehát itt az a szokás, hogy egy étkezés több fogásból áll, tehát 5-6 féle fogás kerül egy étkezés alkalmával az asztalra, és akkor azon belül egy magyart megpróbálnak. De miket próbálnak meg? Van halászlé? Vagy a halászlét, a töltött káposztát nagyon népszerű. Keresik a tökfőzeléket fasírtal, de egyszerűen a fűszerek más az íze, tehát egyszerűen a kapornak nincs kaporíze itt, tehát azt nem tudjuk rekonstruálni sajnos. Ilyen túrós tejfölös ételeket nem tudsz csinálni? Nincs, egyszerűen nincs alapanyag hozzá, tehát egyszerűen a tejtermék az nagyon ritka, az is inkább. De nem szeretik a vietnámokat? Nem. Nem volt. Itt az éghajlat miatt ugye nincs hűtés, tehát nem divat a tejtermékfogyasztás. Tony a Budapesti Műszaki Egyetemen tanult és gépészmérnökként végzett, majd azt követően vállalkozóként dolgozott hazánkban 27 éven keresztül. Édesapja betegsége miatt azonban visszatért Vietnámba. Nekem nagyon sok élményem volt Magyarországon, és csupa szépek, meg jó. Tehát úgy, hogy amikor egyetemi hallgatók voltunk, mentünk kirándulni, voltunk almát szedni Szabolcson. Tehát úgy, hogy gyönyörű évek voltak. És amikor dolgoztam, ott is mind sikeres vállalkozó voltam Magyarországon. Ott is be tudtam számolni minden szép élményről. Néha megmondom őszintén, hogy hiányzik Magyarország. És örülök, amikor látom a magyar barátainkat. Úgy szeretem, úgy, mintha ha hazajöttem, és akkor barátaim is érzik, hogy milyen szeretet van irántuk. Tony magyar barátaival közösen egy kis Magyarországot szeretne létrehozni Vietnámban. Nem titkolt szándéka, hogy megismertesse hazánkat a helyi lakossággal, és a Budapest Hotel a vietnámi magyar barátság egyik jelképévé váljon. Véletlenszerűen bejöttünk ide a vendégkörödbe, reméljük nem zavarjuk őket, csak kíváncsiak vagyunk, hogy tudják-e mi az, hogy Budapest. Kérdezd meg tőlük, légy szíves, hogy ismerik-e ezt a szót, illetve reméljük, hogy tudják azt, hogy valóban mit jelent. Budapest có nghĩa là cái gì ạ? Bây giờ thế này anh ạ, tôi nếu mà nói cắt nghĩa từ Budapest thì không biết, nhưng mà tôi biết là trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong đó nhân dân Hungary ủng hộ nhân dân Việt Nam rất nhiều, trong lúc mà các nước xã hội chủ nghĩa ấy thì trong đó có nhân dân Hungary ủng hộ nhân dân Việt Nam đến thắng lợi như ngày nay. Chúng tôi không thể quên nhân dân Hungary. Mint tudjuk, sajnos annak idején a férfiak katonák voltak, valószínűleg ezért is jobban ismerik az országunkat. De kérdezzük most meg egy hölgyet, illetve a hölgyeket, hogy ők tudják-e mi az, hogy Budapest, illetve hogy hol van. Hungária. Budapest a thủ đô của Hungária. Có Ukraine có ủng hộ Việt Nam chiến tranh trong Mỹ là có ủng hộ lớn đấy. Az idősek a háborúhoz kötik Magyarországot, mert sok segítséget kaptak. De esetleg kérdezzük meg egy fiatal ember. Hungary là giúp Việt Nam trong những thời chiến tranh, có giúp về kinh tế cho Việt Nam trong thời chiến tranh chống Mỹ. Úgy tűnik, hogy a vietnámi háborúban nyújtott magyarországi segítség mind az idősebbek, mind a fiatalabbak emlékezetébe mély nyomot hagyott. Azonban, hogy ne csak erről a történelmi tényről ismerjenek bennünket Vietnámban, Tony Magyarországot népszerűsítő munkájára is számíthatunk. Mi a hely televízióban minden évben egy héten keresztül riportot csináltatunk budapesti étterem, budapesti turisztikai központról. Elmeséltük, hogy mi a Budapest, elmeséltük, hogy miért neveztem Budapestnek ezt a központot. Azért, mert hálát szeretnék
kifejezni, mert Budapest, az életem nagy részét ott töltöttem, Budapesten. Úgy szeretem, mint a hazámat. Vientri városa, amely egykoron Vietnám fővárosa volt, otthont ad az ország első királya, a legendás Hung király templomának is. Minden évben százezrek zarándokolnak ide, szóval igen sok turistát vonz ez a környék. A 4000 éves múltra visszatekintő ország területét a második század folyamán a kínaiak foglalták el. A makacs vietnámi ellenállással és ismétlődő lázadásokkal tarkított 1000 éves kínai uralom időszámításunk szerint 938-ig tartott. Függetlenségét Vietnám a 10. század elején érte el. A következő évszázadokban több kínai támadást vert vissza, és kiterjesztette uralmát a Vörös folyó deltájától délre is, benépesítve a Mekong delta vidékét. A vietnámi királyok és császárok kormányzásának a 19. század közepén lett vége, amikor a francia gyarmatosítás elérte az országot. Vietnám múltjából térjünk vissza a jelenbe. Hanoiban működik az ország második legnagyobb rendszerszervező cége. Vo Van Mai 1975-ben érkezett Magyarországra ösztöndíjasként. A Budapesti Műszaki Egyetemen végzett, a doktori képzését pedig 1982-ben fejezte be. Hanoi belvárosában egy gyönyörű irodaházban vagyunk, ami a tiéd, és itt székel a céged is, a HIPT. Mit csinál ez a cég? Hát ez a HIPT már majdnem 19 éves, 1994-ben alakítottunk ki. És főleg az IT területen van, a System Integration, ugye a rendszer szervezés. A kormány elismerésein túl többek között megkapták az UNESCO díját, mint a legjobb munkahelyi körülményeket biztosító cég. Saját foci csapatuk pedig a legjobbnak bizonyult az IT cégek közül. Van-e olyan kapcsolódási pontod még ma Magyarország felé, ahol azt a diploma, azt a tudást tudod hasznosítani, amit megszereztél ott? Igen, hát még az a szerencse, hogy ugye jó kapcsolatunk van a magyar cégektől. Majdnem minden évben fogadom több, mint 10 ilyen delegációt. Legalább egy ilyen projekten dolgozunk mostanában, az a Magyar Orient keresztül van az a népesség nyilvántartási rendszert. Ennek alapján a vietnámi belügyi minisztérium ki fog terjeszteni az egész országra. Ez tényleg nagy projekt lehet. A vietnámi magyar üzleti társaság megalapítójaként fontos feladatának érzi, hogy a két ország közötti kulturális kapcsolatokon túl a gazdasági élet is intenzív legyen. A társaság feladata, hogy a partnerek tudjanak egymásról, valamint egymásra is találjanak. Nagyon szeretem azokat a véket, amik Magyarországon töltöttük onnan fiatal időkben. És az a szokás például olvasás, kirándulás, az mindig tartom. És azt hiszem, hogy ezt Magyarországon tanultam. Vannak olyan ételek, amiket... Hát hozta azóta is szívesen főzött? Én nem nagyon főzöm, mert pedig annak idején tudtam főzni, de most ugye az egész család Budapesten nagyon tetszenek a magyar kaják, ugye ma ételek és italok is. Úgyhogy nálunk családban mindig van a téli szalami, mindig van a ami a nagyon magyar jellemző, ugye a borok is vannak, meg a pálinkák is vannak. A magyar-vietnámi diplomáciai kapcsolatok 60 éves évfordulójára jelent meg az a könyv, amelynek összeállításában szintén az egykoron Magyarországon végzett diák vett részt. A 60-as évek végén érkezett Magyarországra, és 1974-ben fejezte be a Műszaki Egyetemet. Akkori időben nem volt sok információ. Akkor mi főleg milyen tudomású vagy információt kaptunk Kínáról, meg Szovjetunióról. Magyarország egy nagyon halvány kép volt, meg sem tudtuk, hogy milyen van magyar írás. Az mind orosz, vagy mind angol nyelv. Semmit nem tudtunk. Mindenki emlékszik rá, hogy 70-es években nagyon szegény volt ország, meg a háború is volt. Ugye? És ezért a vietnámi fiatalok nagy örömmel, boldogsággal mentek Magyarországra. Igaz, hogy nem
önmaguktól, hanem az a vietnámi állam küldte őket. De ott szerintem akkor időben a magyar tanárok, magyar kollégák, magyar emberek készségesen segítettek nekünk, és egészen jó éreztünk magunkat, meg a nagyon jó körülmények között éltünk, tanultunk, nem mint a mi kollégáink, barátaink, akik Dél-Vietnámban harcoltak. A köztudatban a vietnámi háború az amerikaiakkal folytatott 10 éves harcokat jelenti. Azonban a Ho Chi Minh vezette Vietnám függetlenségéért küzdő csapatok már a II. Világháború alatt és azt követően is harcoltak a francia dominancia ellen. A függetlenség 1945-ös kikiáltása után a szorványos harcok háborúvá terebélyesedtek, amely végül a franciák vereségével végződött 1954-ben. Vietnámot két részre osztották, a kommunisták által irányított északi és az amerikai támogatást élvező déli zónára. A politikai és ideológiai szembenállás azonban gyorsan fegyveres konfliktussá alakult. A több éves háború végül az amerikaiak vereségével zárult. Saigon közelében fekszik az alagút rendszeréről híres Cu Chi, egykori gerilla bázis. A lakosság és a katonák is a föld alatt éltek, keskeny 80 centis alagutak kötötték össze a nagyobb termeket. A föld alatt élni maga volt a túlélésért vállalt önkínzás. Férgek és kígyók, hihetetlen forróság és bűz járta át a föld alatti üregeket. Volt kórház, kút és tárgyaló, fegyverraktár, konyha és több szinten futó alagútrendszer. A háborútól elpusztított ország lassan épült újjá, az újjáépítésben pedig nagy szerepe volt a külföldön tanult diákoknak. Van-e valami olyan dolog, amit te átvettél Magyarországról, és a mai napig még... Hát nagyon sok, nem furcsa, hanem sok szerintem jó szokást vettem magyaroktól. Például, nagyon, amikor adnak valamit, akkor szépen kell megköszönni, ha adnak ajándékot, meg kell nézni, vagy csendesen kell beszélni, vagy ha van sokan emberek, valahol akkor sorba kell állni. Ezek szerintem, vagy hogyan kell szépen, elegánsan telefonálni, az is jó szokás. Vagy a éttermekben mit kell, hogyan kell viselkedni a éttermekben például. Ez mind szerintem nagyon hasznos és kulturális szokás. A hidegháború vége és a Szovjetunió összeomlása után Vietnám fokozatosan megkezdte a kapcsolatok újraépítését a nyugati hatalmakkal, és 1995-ben az Egyesült Államokkal is diplomáciai kapcsolatot létesített. A 60-as évek közepén hazánkban tanult villamosmérnökként végzett Dean úr a gazdasági váltást követően egy magyar-francia-vietnámi vegyes vállalat vezetőjeként az üzleti életbe került. Manapság gazdasági és szociálpolitikai témákról írt cikkeket napilapok számára. A elmúlt 25 éven a gazdasági téren sok volt a nyitás, sok volt a fejlődés, de az a politikai zubbony, az szűknek bizonyul. És az emberek azt gondolják, hogy a gazdasági reformokkal együtt a politikai reformoknak is kellene. Az ország fővárosát elhagyva Dél-Vietnámba utazunk, hogy a Saigonban élő egykoron nálunk tanult diákokat is felkeressük. Azonban előtte egy rövid időre megálltunk Hueban, az egykori fővárosban, az utolsó vietnámi császár szülőhelyén. A város citadellája a világörökség része, a fellegvárban lévő királyi palota város pedig a hajdan volt császár számára fenntartott tiltott terület volt. Az évtizedekig elhanyagolt épületegyüttest a turisták számának növekedésével egy időben az elmúlt időszakban kezdték felújítani. Hue városán át húzódik a Parfüm folyó, amelynek két oldalán ligetek, meg annyi császár temetkezési helyét találhatjuk.
sírkertek többsége a francia gyarmatosítás idején épült, amikor az uralkodóknak nem volt más dolguk, mint öröklétüknek méltó környezetet kialakítani. Az ország déli részén, a Saigon folyó partján fekszik Ho Chi Minh város. Saigon néven 1954-ig francia, indokínai, majd 1975-ig a vietnámi háború befejeződéséig Dél-Vietnám fővárosa volt. Mind a mai napig az ország legnépesebb városa és gazdasági központja. Az eredetileg Hanoiban született, most Saigonban két szállodát is üzemeltető Vin úr, magyar nevén Willy, 1974-ben érkezett Magyarországra, hogy a Bánki Donát építőipari főiskolán tanulhasson. A főiskola elvégzését követően, mint gépészmérnök visszatért Vietnámba, és a nálunk megszerzett tudását egy helyi egyetemen oktatóként kamatoztatta. Ho Chi Minh City első kerületében vagyunk, ez a legszebb, legdrágább kerület. Két szállodát birtokol egy Magyarországon végzett diák, és mi tulajdonképpen most nem is a szállodákról akarunk beszélgetni, hanem az építészetről, mert itt Ho Chi Minh Cityben nagyon jellemző, és egész Vietnámra jellemző az, hogy az épületek nagyon keskenyek. Azt szeretném megkérdezni, hogy miért van az, hogy ilyen keskenyek ezek az épületek? Azért van, mert régebben, még múlt században, még 19. században, amikor jöttek ide franciák, akkor úgy építették fel ez a város, hogy itt laknak, és egy lakás csak szélessége 4 méter körül, és a hosszúsága pedig 20-25 méter. Akkor viszont javaslom, hogy menjünk be és nézzük meg, hogy hogyan lehet ezen a 4 méteren úgy gazdálkodni, hogy az ember ne hinné azt, hogy be van zárva egy ilyen kis kertet. Szállodát is lehet építeni ilyen keskenyedő lakásban. Bejöttünk, és tényleg nagyon keskeny a szálloda. Ahogy így körülnézek, nekem egy picit olyan kínai stílusra emlékeztet. Vagy van a kínai, illetve a vietnámi stílus között egy olyan átmenet, amitől azt mondhatjuk, hogy ez vietnámi, vagy ez most kínai? Nem, ez különben nem kínai. Ez tiszta, ez vietnámi. Tudod, hogy Vietnám az 4000 éves ország, és ez tipikus, ez vietnámi. Persze van olyan hasonló, például a sárkány, a legjobb állat Kínában, meg Vietnámban is. Hogyan áll most a turizmus Vietnámban? Egyre több turista jön Vietnámban, Magyarországról is. Ha jönnek ide magyarok, általában itt laknak. Hogyan lehet téged megtalálni? Mert jó kapcsolatom van a hanoi nagykövettel, meg az itteni konzulátussal. És ha jönnek magyarok, akkor mindig szólnak, hogy inkább itt lakjon. Nem azért, hogy tudok magyarul, mert azért itt a központban, akkor minden lehet találni. Saigonban található Magyarország tiszteletbeli konzulátusa. Vezetője Egerben tanult, az akkor még Ho Chi Minh nevét viselő tanárképző főiskolán, majd az ELTE-n. Később Debrecenben az egyetemen tanított matematikát. Van hozzávetőleges információjuk, hogy körülbelül hányan élnek Vietnámban, vagy szűkebb értelemben Ho Chi Minh városban most? Magyarok úgy értem. Igen, Ho Chi Minh városban kb. 60-70 magyar állampolgár él és dolgozik. Mit dolgoznak ők? Általában különböző cégeknél, külföldi cégeknél is. Van sok olyan, aki egyetemen tanít, vagy középiskolában tanít is, angol nyelven általában. A konzuli munkán túl a saját magániskolájában is tanít. Egy gimnáziumban arra voltunk kíváncsiak, hogy mit tudnak hazánkról a vietnámi diákok. Paris is a small country in the east of the Europe. I think it's a so beautiful country because it has a lot of very beautiful church, and it's a very beautiful rivers in the among of the cities. And I know it has a modern and beautiful subway in the city too. I think it was a really beautiful country. It has many cars, not like in Vietnam. There are only motorbikes mostly. I believe that in Hungary there are mostly cars too, right?
Szünet itt a vietnámi iskolában átalakult egy testvelés órává. A tanár úr leívja a diákokat föntről az emeletről egy rögtönzött kötélhúzó versenyre. Nézzük meg, mi lesz az eredmény. Hey! Az iskola igazgatónője is Magyarországon tanult. Bár nyelvünkből sok mindent elfelejtett, a hazai tájakra jól emlékszik. Általában kirándultam Pécs városa, Egész, Debrecen, Hüdülő, és Balatontól. Nagyon jó nekem. Zöld erdőben, zöld mezőben sétál egy madár. Vilinél rendszeresen találkoznak a nálunk tanult diákok. Ilyenkor sok régi emlék és magyar dal is elhangzik. Hívva engem úti társul, él és megyek én. Nincs erdőben olyan lejen, ki megtarthat már. Nektek volt magyar nevetek? Nekem nem. Hát nekem annak idején Ferinek, néha Ferinek hívtak. Mik voltak azok az első benyomások, amiket éreztél? Magyarországon? Tudod, hogy amikor vonaton utaztam, és nagyon-nagyon rossz benyomásom volt a Szovjetunióban. De amikor átutaztam a határon, azt találtam a magyar katonák, a határőrök. És nagyon-nagyon lezser, nagyon-nagyon relaxed. Lazák volt. És az volt az első benyomásom, hogy Magyarországon nagyon szabad leszek. Nagyon szabad leszek. Ez fontos volt nektek akkoriban? Nagyon-nagyon. És éreztem, hogy nagyon-nagyon szabad voltam Magyarországon. Még néhány makacs levél ellenáll, ha fúj a szél. Naptól várnak biztatást, iszák bágyat sugarát, nem hiszi az elmúlást. De újra visszatért a nyár, türelem, türelem. Néhány hónap itt lesz már, mindegy gyors szerelem, s mind könnyű borok illatát. Élvezzük napsugarát. S újra visszatért a nyár, mind megtért szeretem, ki hosszú vándorút. Hitelen hazajön, s megtalálja régi kedvesét, aki rá hűségben egész éppen vár. Welcome to Vietnam! A rendszerváltást megelőzően Vietnám nagyban támaszkodott a volt szocialista országokra. Ez mára merőben megváltozott. A legnagyobb nyugati cégek versenyeznek a helyi piacért. Linárt István, aki segítségünkre volt a forgatás alatt, Hanoiban tanul, és innen segíti a magyar vállalkozók vietnámi érvényesülését. De nagyon rálátsz erre a piacra. Milyen lehetőségeink vannak nekünk magyaroknak most Vietnámban? Erre tudom egyrészt az elméleti, másrészt a gyakorlati oldalt mondani. Az elméleti oldal az, hogy Magyarország néhány területen híres Vietnámban, néhány területről tudják, hogy ebben jók vagyunk. Ide tartozik például a gyógyszeripar, az orvostechnológia, a maga módján a néhány nagyobb márka nevünk, például az Icarus alapján a járműipar, az autóbuszgyártás. Ezeken a területeken
és beleértve a mezőgazdaságot, élelmiszeripart is, viszonylag jó híre van az országnak. A gyakorlat azt mutatja, hogy azok a magyar vállalkozók, akik kint vannak és sikeresek, ők a legkülönbözőbb területekről érkeztek. Mondok néhány példát. Márványbányászat, kagylótenyésztés, állatnemesítés, digitális aláírás, népességnyilvántartás, repülőtéri csomagolás technika. Tehát mindezek egymástól nagyon távol álló területek, és kicsit az az érzése lehet az embernek, hogy szinte véletlenszerű, hogy mely területeken vagyunk sikeresek. Az országot egyre többen fedezik fel. Nem csupán az üzletemberek, hanem a turisták is. A 39 ezer négyzetkilométeren elterülő Mekong-delta különleges látványosság. Itt önmagában több rizst termesztenek, mint Koreában és Japánban együttvéve. Ez a vidék híres haltenyésztéséről és virágtermesztéséről. Gazdag ökoszisztémája máig felfedezetlen, ismeretlen fajok tárháza. Az ország számtalan szigete közül a legnagyobb a Mekong-deltától keletre fekvő Fukó. A változatos domborzatú sziget jelentős részét érintetlen, sűrű trópusi dzsungel borítja. A vad erdőségek között pedig tündéri tengeröblöket találunk. Itt építette fel szállodáját a Budapesti Kertészeti Egyetemen végzett élelmiszeripari mérnök. Jelentkeztél már Magyarországon a Kertészeti Egyetemre, vagy még itt Vietnámban? Nem úgy volt, hogy csak nyelvet tanultunk az NSZE-ben, aztán a nagykövetség dönti, hogy ki hova megy. Elképzelhető, hogy téged egyáltalán nem is érdekelt a kertészet, vagy az élelmiszer technológia? Egyszer csak oda kerültél? Hát egyszer csak oda kerültem. 1989 előtt még nem volt szabad választásuk a diákoknak, hogy melyik országban és melyik területen szeretnének tanulni. A magyarországi rendszerváltás azonban itt is változást hozott a külföldi diákok életében. Láttam, hogy a kubaiak, meg az észak-koreaiak meg hazamentek, úgyhogy nagyon izgultam, hogy hát lehet, hogy egyszer hazaküldenek. De hát szerencsére, hogy nem tettek meg. És soha nem is szóltak, nem semmit, szóltak. Nem is hívtak be a követségre? Nem, semmit, szerencsére. Végül 14 évet töltött hazánkban. Nálunk alapította első vállalkozásait, és 2000-ben döntött úgy, hogy hazaköltözik Vietnámba. Szerintem nem túlzás, ha azt mondom, hogy én a testem vietnámi, de félig, a lelkileg félig magyar vagyok. Én napról napra átveszem a magyar gondolkodás. Most nem tudom, tisztán mondani, hogy mi az, de úgy érzem, hogy hát úgy gondolkozok, mint egy magyar, mielőtt hazamentem. És azt gondolod, hogy ezzel a mentalitással itt Vietnámban sokkal sikeresebb tudsz lenni, mint a vietnámiak? Én úgy érzem. Úgy érzem. Két egyetemi diploma megszerzése után vállalkozóként autókölcsönzőt, majd taxivállalatot alapított Vietnámban. Egyet szeretnék mondani, hogy én hálás, még egyszer mondom, hogy hálás vagyok magyar szaknak. Hálás vagyok a magyar embereknek, és nagyon szeretem Magyarországot. Bármikor, mikor van alkalom, van idő, most van például, szívesen visszamegyek Magyarországra, többször is. Vietnám egyik leggyorsabban fejlődő turisztikai központjában épült felszállodája. Az elkövetkező években közel 40 milliárd dolláros befektetést tervez itt a vietnámi állam. A ma még szinte érintetlen sziget gazdasága jelenleg halászatból, mezőgazdaságból és az ébredező turizmusból áll. Jelentős az igaz gyöngy termesztés, amelynek különböző fázisait készséggel mutatják be a turistáknak a kihalászástól az ékszerek elkészítéséig. Messze földön híres az itt termelt fekete bors is. A sziget legnagyobb városa Duong Dong, és itt található a legnagyobb kikötő is. A Kambodzsához közeleső trópusi sziget éghajlata monszú jellegű, az esős évszak júniustól novemberig tart.
De térjünk vissza a hétköznapokba. Az egykori diákok mellett jelenleg is többen készülnek hazánkba tanulni. Több mint egy évtizede működik Saigonban egy kifejezetten magyarországi egyetemekre közvetítő vállalkozás. For Hungary so far we send around 150, over 150. We have three university partner in Hungary. Debrecen University, Semmelweis University and Budapest Technology University. Az innen induló diákok, mint orvosok, gyógyszerészek, építészmérnökök és számítástechnikai szakemberek térnek vissza Vietnámba. He's famous about education like medical universities and a lot of doctors in Vietnam have studied in there and then come back. So I think it has a good educational system. Yes. And it is also a beautiful city. Az elmúlt években egyre intenzívebb kapcsolat alakult ki a két ország között. Több alkalommal jártak itt hazánk politikai vezetői, valamint a gazdasági élet szereplői is kezdik újra felfedezni Vietnámot. Láttuk, hogy a vietnamiak többsége sikeresen hasznosította a nálunk megszerzett tudást. A rendszerváltást követő években a diákok száma csökkenni kezdett, de az elmúlt évtizedek tapasztalata az, hogy az angol nyelvű képzésnek köszönhetően versenyképes diplomát szerezhetnek. Fontos, hogy támogassuk őket ebben, hiszen az elkövetkezendő évek fejlődését ez a térség fogja meghatározni majd. Ha a politikai változásokra még várni is kell, az ország gazdasága nyitott és óriási lehetőségeket rejt a vállalkozók számára. Az egykoron hazánkban tanult diákokra pedig, akiknek jelentős része komoly karriert futott be az elmúlt évtizedekben, bátran számíthatunk.